Nem volt gördülékeny, ma sem a játék. Kicsit ilyen szaggatott filmre hasonlított ez a mérkőzés. Tehát egy-két hatékony és helyenként jó dolog, majd törvényszerűen két figyelmetlenség, és ez folyamatosan így tűnt. Valahogy nem találtuk a ragasztót az egész mérkőzésen, hogy ezt össze tudjuk fűzni egy egészé. Úgyhogy hát továbbra is igen, szenvedős, valahol elcsúsztunk, és nem áll össze úgy a kép. Én még mindig azért egy csomó dolgot a figyelmetlenség számlájára írok, mert azért azok a jelek, hogy megint sok nyitást rontottunk, nyitásfordásunk is helyenként adogott, tehát ezek a blokk helyezkedésünk, amit ugye most már másodszor, már túl vagyunk egy mérkőzésen, az elsőn ugye utána azt megbeszéltük, hogy ott mi nem történt helyesen, erre fölhívtuk egymás figyelmét, és én is fölhívtam arra, hogy a társaságnak a figyelmét, hogy milyen blokkokat csináljunk. Ennek ellenére egy 2-3 játszmán keresztül fegyelmezetlenül játszottuk ezt a részét a játéknak. Úgyhogy hát csinálni kell tovább. És remélem, hogy a harmadik már talán tényleg jobb lesz. Hogy eléggé akadozott, az nem elég jó kifejezés, vagy nem elég erős kifejezés arra, hogy mennyire tényleg dekoncentráltan és görcsösen játszottunk. Hiába tegnap edzettünk, hiába beszéltünk meg tegnap, hogy tényleg felszabadultan, jó hangulattal igyekezzünk meccsről meccsre teljesíteni, készülve erre talán egy kicsit a kupadöntőre is. Ezt nem sikerült ma teljesítenünk, de még van vissza egy keddi meccs. Akadozott az egész, nem tudom máshogy kifejezni. Én a feladásokon is éreztem, hogy már bemelegítésnél is görcsöltem az egészen. Aztán a nyitások se voltak olyan hatékonyak, nagyon sokat rontottunk. A fogadása végére szinte letisztult, és a blokkokat is úgy, ahogy sikerült rendeznünk a végére. Továbbra se úgy pörög a csapata, hogy azért tud pörögni, meg amikor
érzi, hogy ott most tényleg oda kell tenni mindent annak érdekében, hogy sikeres legyen. De hát ezt is meg kell tanulni, hogy ezeket az úgymond kötelezőket, vagy könnyebbnek vélt mérkőzéseknek is oda kell koncentrálni, és akkor meg kell próbálni abból is kihozni a maximumot, adott esetben rövidebb idő alatt nyerni, és nem elhúzni mondjuk 4 játszmán keresztül. De hát ez még fiatalok, ez kicsit csökönyösek, és nehezen fogadják el ezeket a dolgokat. Ugye ezt követően már a kupadöntő jön, ahol minden bizonyára persze úgy kellene felállnunk, hogy dagadunk, és jöhet akárki, nekik megyünk. Úgyhogy hát ebből nehéz lesz úgy fölpörögni. Úgyhogy remélem, hogy azért 2 nap múlva kedden egy más arcát mutatja végre a csapat.